Mirovics elmondta, a haladók nem formális tárgyalásokat folytatnak a lehetséges partnerekkel a tartományi kormányváltással kapcsolatban. Eddig, mint mondta, tárgyaltak valamennyi tartományi parlamenti párttal, kivéve a Demokrata pártot. Az ötlet pedig az, hogy közös nevezőre jussanak a programról, amely megteremteni a kiutat Vajdaság számára a gazdasági és politikai válságból. A Demokrata párt Igor Mirovics kijelentését követően ma sajtótájékoztatót tartott. Miroslav Vasin, a Demokrata párt tartományi bizottságának elnöke szerint a szerb haladó párt célja mindenek előtt a puszta hatalom megszerzése. Demokratska stranka je mirna i sa svojim rezultatima koje je ostvarila zajedno sa Savezom vojvođanskih Mađara i Ligom socijaldemokrata u prethodnim godinama, jer se to vidi. Znamo jasno šta nam je cilj. Cilj nam je da rekonstruišemo pokrajinsku vladu, da se dogovorimo sa onim strankama s kojima imamo iste poglede i na Vojvodinu i na druga pitanja koja su bitna, to su Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nova demokratska stranka i naravno Savez vojvođanskih Mađara. Vasin elmondása szerint az említett pártokkal össze kell hangolniuk a programukat, hogy a tartományi kormány sikeresen működjön, anélkül, hogy a szerb haladó párt hatalomra kerülne.